Az előző rész végén mondtuk, hogy biztos meg tudjuk állítani szerintem a vonatot. A repülővel, akkor próbáld is meg gyorsan! Gyorsan menj a vonat után, el fog tűnni! Nem fog. Ez hülye, már tudja, eltűnt a béna. Nem tűnt el. Tűnhetett el. Tönkretettél mindent, Máté! Nyugi, találok egyet. Lájkoljátok be a videót, akkor hát előkerül a vonat? Szerintem akkor biztos előkerül, nem? Már hát, nyilván. Szerintem 10 000 lájknál minimum már muszáj előkerülni. Új, már kezd tönkre menni. Máté, próbálj meg, mi az, hogy már kezd tönkre menni? Kezd tönkre menni. De mi megy tönkre? A repülő. Ezt most nem mondtam olyan? Mi az? Itt egy repülő! Juhú! Tényleg? Akkor mehetünk együtt. Hát Máté. Nem mehetünk együtt! Ez most mi a szar volt? Kifolyott a benzin? Kifolyott a benzin, de pont jött egy vonat, és nem állította meg, szóval... De belementél vonatba? Igen, belementem, meg bele is lőttem. Hát, az király. Na, várjál, nekem is ott megy vonat. De most nem oda tett téged, hogy lássad, hogy elkapom a vonatot. Ez hülye. Nem Na. tudod. De miért volt ott egy repülő? Nyugi, Máté, megyek utánad. Olyan kicsi repülőd van? Igen. De jó. Let's go, Máté, gyere. Na. Elviszlek. Szállj le. Oké. Itt szállj le. Ne oda! Itt van mellettem az út, ökör. Nehogy felrobbansd. Nem akarom. Nagyon gyors. Azt anyádat! Inkább ne! Mert már 1 milliárd kilométerre vagy tőle, már hiába szállsz le. Oké, és meg tudtam állni. A mai részben ugye a vonatot fogjuk próbálni megállítani. Jó, de hogy és állítod meg a vonatot? Biztos leszek benne, hogy sikerülni fog. Én? Vannak módszereim, nyugalom. Várjál, megyek, csak ez a fasfej a homokban nem bír futni, bakker. Fussál már, te szennyedék! Hát nem igaz már, na. Jó napot kívánok. Na, befattantál ellém. Igen. Jó van, na gyere. Oké, és Máté. Jó napot! Gyorsan keresgélünk egy vonatkát, jó? Jó. Krisztián, ez így nem lesz jó. Gyerünk, gyerünk! Gyorsulj! Gyorsulj, Krisz! Ezt nem hiszem el, milyen szar egy hely ez? Hát itt nem is lehet felszállni. Ne, abba is bele fogsz menni. Még egy repülővel se lehet itt felszállni. Máté, ki kell mennem erre a nagy útra. Ott van a homokút. Egyenes. Ne, itt van mellettünk a izé. Ott van még egy repülő! Let's go! Helikopter! Mi a szar? Máté, lehet helikopterre jobb. Igen, lenne. De ez nem jó, mert ez ilyen béna helikopter. Nem, repülővel várják, kiszállok. Oké, és kell keresnünk egy vonatot, és mi... Most belefutott a rotorba. Ez hülye. Várj meg, mindjárt vagyok. Srácok, remélem nagyon örültek neki, hogy most ilyen sok GTA van, vagyis hát annyira sok nincs, de azért van GTA. Ahhoz képest, hogy most nem volt egy fél évig, meg ez hát, az biztos. Négy rész volt egy év alatt. Ahhoz képest, hogy elég sok GTA van. Úgyhogy ja, menj. Remélem nagyon örültök neki, és szeretném, hogyha lájkolnátok ezt a videót, mert minél több lájk van rajta, annál hamarabb csináljuk a következőt. Máté, van egy olyan érzésem, hogy fogunk találni egy vonatot, és meg fogjuk tudni állítani. Hát na. Valahogy biztos meg lehet állítani, szóval meg fogjuk találni a módját, ez 100%-osan biztos. Ja, szerintem is. A sín fölött kell menni, Máté. Oké. Okay. És ketten bele kell száguldani. Ketten belemegyünk, akkor biztos, hogy megáll. Szerintem is. De neked kéne először. Jó. Menj alám. Oké, és megyek. Mi van itt ennyi zé? Hülyebb barom, zé? Hol megy a sín? Itt. Hol van már hülye vonat? Miért nem jön ez a vonat? Biztos, hogy elkésett a kalauz. Biztos lerészegedett ez a macskos kalauz. Ha mit csinál ez? Merre menjünk? Jobbra vagy balra? Jobbra. Vigyázz a vizékre, a zsinórokra, húj. Most már itt kell, hogy legyen. Egy percen belül. Már írta a menetrend. Nem menetrend. Írta a menetrend, hogy nincs most már jönni menetrend. Kell. Alacsonyan menj. Alacsonyan megyek. Hol van már ez a hülye vonal? Nyugi már! Jaj! Ott van! Boom! Ezt nem hiszem el, és megy tovább. Ezt Máté. Hogy fogjuk tudni megállítani? Máté, van még módszerem, nyugi! Most egyre jobb módszerek jönnek. Na hello, srácok! Ez itt a GTA 5 9. része. Aztán már 9 része van, Kriszt, ezt elhiszed? Én ezt biztos, hogy nem hiszem el. Én se. Miért lett te éjszaka, Krisztián? Mondd már. Let's go! Ledaráltam a Mátét helikopterrel. Azt a profi vagyok. Ezt a fagyatékos. Na jó van. Itt a Mátének a hüllája. Itt a Mátének a hüllája. Na srácok, meg is volt az előző videóban a kérés, ugye az volt a dolog, hogy 3000 like, ha egy nap alatt megvan az előző videón, akkor kivégzem a Mátét GTA-ban,
meg is lett egy nap alatt a 3000 like, és ez a kivégzés most meg is történt, úgyhogy Máté, de mivel kettő a magyar igazság, ezért... Nem! Nem kettő a magyar igazság! Ja, tényleg három, na akkor kell, csak fő. Igen, igazad van, most már tényleg nem vicces. Eddig még vicces volt, de most már nem van. Szóval srácok, a mai videóban azt fogjuk csinálni... Ja, de ezt már elmondtuk 100 milliárd az előző videó vége elején, te. Krisztián, mondj három módot, ahogy szerinted meg tudjuk állítani a vonatot. Mondja három módot, aztán jó. Kiválasztunk három. Első, fölugrunk. Máté, állj meg. Első, fölugrunk a vonatra. Meg akar ölni? Hülye baró, őrült állat baró. És pont megállt a izé, ez mi ez a csalás? Máté, egy kicsit óvatos. Ezt nem hiszem el. Na jó, Máté, akkor mondom a három módszert, hogy hogy állíthatjuk meg a vonatot. Na, az ez volt ám a kivégzés, csicska. Na, az első módszer. Hé, de nekem kell most kivégeznem téged, mert 3000 lájkot. Srácok, hogyha most ezen a videón egy nap alatt megveszem 3000 lájk, már be. Akkor leugrok a GTA legmagasabb épületéről, és nem nyitom ki az ejtőernyőt. Na, akkor mutatom a három módszert, amivel megállíthatjuk a vonatot. Először is fölugrunk a vonatra, és ezzel például ugye megpróbáljuk a mozdonyhoz felrobbantani. Aha. És akkor hát ha... Amúgy az okos dolog. Oké, akkor mondom én az elsőmet. Oké, bemászunk a fülkébe, és meg ilyen tollal így megbirizgáljuk a vezetőnek a fülét. És hát, ha kisiklik a vonat. Na? Jó ötlet! Ha! Ezért ezt érdemled, ezért bejön a ötletél. A következő ötlet, hogy fogunk kamiont, uh-huh. És beállítjuk valahol a keresztbe, ahol beakad a kamion, és... megnézzük, hogy megállítja a vonatot. Ez egy remek ötlet. Na, nekem a következő ötletem az, hogy bemászunk a fülkébe, és megbirizgáljuk a tollal az orrát a sofőrnek, és akkor hát, ha tüsszent egyet, és így félre nyomja a sebességet, és megáll. Tudod? Táncolj! És megöl! Your mental state level is rising. Hülye barom, meg is érdem lett. Srácok, egyébként, ha valaki nem tudná, akkor kijöttek a Flash Commandós pólók és pulcsik. Úgyhogy yeah, baby! Ott van a leírásban a link, hogy körül tudjatok nézni. Hogyha szeretnétek, akkor ti is vehettek magatoknak ilyen pólót. Nagyon királyak, nézzétek csak meg őket. És tudjátok, mit nézzetek még meg? Azt, hogy megállítjuk a vonatot! Na, Máté, menjünk is szerintem. Akkor keressük fel a sínt, nem? Keressük fel a sínt. Keressük fel a sínt. Igen, csak elsősorban, Krisztián, nézz ide. Mivel tönkretetted a járműveinket, ezért most innen el kell sétálnunk, hogy gyere. Na szóval, Krisz, most elindulunk a... Keresünk egy vonatot, ez az első számú szabály. Itt balra van a sín, azt hiszem. Igen? Ja, igen. Szóval elindulunk, és keresünk egy vonatot. Igen? És megpróbáljuk, megpróbálunk rá menni. Ott van! Krisztián, az ott a taktika, hogyha van ilyen alacsony... Menj bele szemből, menj bele! De nem, mert akkor csak felrobbanunk. Van egy ilyen alacsony izé a végén. Igen, akkor fel kell ugrani. És igen, fel tudom. Kell ugrani. Ott lesz egy darab van, Krisz, nem védhetjük el. Jó. Oké, okay, megvan. Szép volt, Máté. Oké. Okay. Akkor megyek is előre. Jó. Jó. Gyere, Máté! Raboljuk el a vonatot! Juhuu! Ez az! Jaj, majdnem elestem. Előre megyünk a vonat vezető bácsihoz. Igen. Jó na, Krisz, ne, gyere ide. Gyere ide vissza. Van egy nagyon jó ötletem, nézd. Jó. Te oda jobb oldalra lőj be egy gránátot, oda a korláthoz, én meg bal oldalra. Jó, de először ne öljük meg a sofőrt, hát ha megáll. Nézzük meg. 1, 2, 3! Hua! Jó, kicsit feljebb. Oké. Hé, mit csinál ez barom? Ja, mellé lőttem. Na még! Hát egyszerre, ez nem 3-ra. De már elfogyott, várj. Fejbe lövöm a sofőrt. Ezt megöljük. Na megölted a sofőrt? Igen, és így se akar majd ez állni. Nem igaz. Várj, veszek ammót. Mondjuk, hogy a kicsit lelassult volna, nem? Igen, de nekem is úgy tűnik. De nem állt meg? Mindegy, küldjük neki, adjuk! Gyerünk! Osszuk ő! Hát a felrobban. Lehet kerekeit kéne kilőni, nem?
Milyen kerekei? Ennek nincs kerekete. Jaj! Mi akkor szerinted hogy megy? Bakker, repül? Baram. Na. Ennek nem kereke van, te. Akkor milyen? Most nézegetheted a vonatkerék, rákeresett. Jó, ez egy Mandela effekt, ezt nem úgy hívták, hogy kerék. Ezt nem úgy hívták, hogy kerék, hazudsz. De úgy hívták? Ne, hogy hívták! Jaj, ne! Hülye barom, lenne ugor! Nyugi, mert te itt vagyok! Én is! Na mit tegyünk akkor, várjál? Be lehet szállni? Kormányt ki kéne lőni. Nem tudod, várj, megpróbálok benézni. A sofőr már elhúny, aha. Megpróbálok benézni oda, be lehet látni. Te mit látsz? Én azt látom, hogy most belők oda egy gránátot. Ügyes vagy, most akkor kereshetünk egy másik ne. És itt megy fölöttünk a vonat, ezt nem hiszem már. Ne, és itt vagyunk a semmi közepén, te pancser! Hülye barom! Jó, most már totálisan is, komolyan is kivégezlek. Ez a módszer nem jött be. Nem állt meg ez az őrült vonat. Na, viszont még nem fagytunk a módszerekből. Na, Máté, hát szerintem nem fagytunk fognunk a módszerekből, tudod, mi fagytunk ki? Mindjárt az agyadból fagysz ki, meg kitarag. Fognunk kéne a kamiont, meg kéne fogni a kamiont, és szemből neki menni a vonat. És miért plöccsenek szét a levegőben? Így zuhanok, és így a levegőben egy pfff. Itt szétplöccsentem. Mit szólsz? Fogni kamiont és szemből nekid szágú. Jó, és hol a kamion, Mr. Okos? Az úton. Milyen úton? Ami 200 millió kilométerre van, te pancsa. Igen. És fölrobbant minket a semmi közepén, ezt nem hiszem el. De én nem akartam, én be akartam lőni a vezető fülkébe a gránát. Na várj. Ott már megy kocsi, ez az. Lassan beírek a Civilizationbe. Hopp, ott a kocsim. Jó, végre. Itt van kirándulók. Krisz, hozd ide a kocsim! Ott van! Motor! Aj, de miért úgy futok, mint három... Jó! ...terhes szamár? Úgy fut, mint három terhes szamár? Igen. Ez megőrült. Na, ez az, három terhes motor. Szamár egymás hátán. Na, úgy futok. Ne aggódj! Mindjárt ott vagyok! Let's go! Yeah, megyek a Mátéért! Én vagyok a király, hey! Let's go! Ez most jó elintézte minket, pancseros! Hey ho! Itt vagyok már! Gyere, Máté, itt vagyok. Ugor föl, hátra, te kis bogyó. Na, menjünk is. Oké, akkor bemegyünk. Oké. Menj vagy, csicskák! Bemegyünk a civilizációba. Márja, Máté, beteszem a waypointot. De ne, menj el oda az kocsihoz. Hova? Menj el oda a kocsimhoz. Hol a kocsid? Jelölj arra. Be. Arra, mutatom az irányt, menjél. Jó, mutasd. Oké, erre. Jó, itt át a hídon. Nem, erre. Jó. Oké? Igen. És ott áll a kocsim. Let's go! Let's go! Itt valami nagyon durva véres szituáció történt. Na, te jössz motorral? Inkább szállj be. Nem, megyek motorral. Jó, menjünk motorral. Menj, és hova menjünk? Indítsd magad. Kamion kell. Igen, kamiont kell szerezni. Menjünk oda föl a kisvárosba, tudod. Ja, srácok, ne fejlődjétek, leugrok a legmagasabb épületről, hogyha meg lesz a 3000 like egy nap alatt, úgyhogy remélem már mindenki lájkolta a videót. Jaj. Ez megőrült. Szegény. És ha meg lesz egy nap alatt a 3500 like, akkor én is leugrok. Jó fele megy? Nem. Ezt nem hiszem. Mindegy, úgyis utolérlek. Ja, mely a te is vettél utánam? Az magarút. Na, Máté, aki előbb odaér, az a meg a király. Jó, Máté, aki előbb odaér, az a király. Oké. Okay. Jó van. Hogy mered? Ezt nem hiszem el, ezt a kis macskos. Ez olyan ilyen kis macskos módszerekkel játszik, az a kis csalódik. Én? Dehogy is. Fúj, srácok, írjátok le a kommentben, Máté, nagyon macskos módszerekkel játszol. Én csak értek. De borzasztó macskos módszerekkel játszol, Máté. Jaj ne. Ezt nem hiszem el! Ő is neki ment a fának. Hál' is mellett ezt a motorot, bakker, 100 kilóz egész, te barom. De király ez a kocsi! Aztán a sziklákon is! Mindenen! Azt és megint neki meg betonfalnak. Boom! Ezt nem mondod. Jó. Kiszállni gyorsan! Fuss már, te fos! Let's go! De nem!
Mi ez a csalás? Ez és megint leesek, ez nem hiszem el. Ez, a... ez az. Azaz, rá kell érni az útra. Gyerünk! Itt a nyakad! Ez az! Az! Én nyertem. De meg a kisvárosba kell bejönni. Én nyertem. Nem az jól van, srácok, na akkor írjátok le, ki nyert. Én voltam az. A kisvárosba kell beérni, okay. Nem? Ezt a mocskost. Fú, de csaló, de szerencsére semmi gond, mert én gyorsabb vagyok. Ne! Ez az! Csaló! Juhu! Let's go! Egy igen, de nem az volt, és én hamarabb voltam az úton, szóval én de nyertem. az volt, hogy be kell érni. Én nyertem. Máté, kamion. Jó, kamion. Itt egy kamion. Itt van kamion. Na, hozz egy kamiont, én is hozok egy kamiont. Jó napot, szervusz, kedves kamion úr! Várja, a kamionosok nagyon durván. Azok nagyon ezek. Durván viselkednek. No! Elszalad! Ott van egy másik, jó. Jó napot. Na, let's go, itt vagyunk a kamionnál. A kamionosok kemény fickók, úgyhogy... Hol vagy? Úgyhogy inkább nem keveredek harcba velük. Loptam egy kamiont. Jaj, szegény kamionos bár. De most miért ilyen szar kamiont hozol? Milyen szar kamion? Ez megőrült. Ott jön a, itt a vonat! Jó, hát hiába jön ott a nem. vonat. Gyere utánam, Krisztián, ne cseszd el a kamionod. Barulunk. Felborultam. Vedd fel ezt a trailert. Nem tudlak megvárni, mert a rendőrök elkapnak akkor. Ez szője. Hát akkor még kell, azt mondom, még kell megölni a kamionost. A barom. Mondjuk én öltem meg. Itt vagyok, jaj, rossz fele kanyarodtam. Ne! Hogy kell visszavenni a trailert? Ja, így jó. És beborult az árokba. Nem. Ne. Hú, pont leráztam. Milyen szarú fékezik ez a kamion? Ezt nem is értem. Máté, és beszarulok, szedj már ki innen. Jó, én megmentelek, Máté. Mert én értek ez a játékhoz. Nagyon értesz. Ja, meg vagy? Jó. Hát, meg vagyok nagyjábója. Na, oké. Vegyél fel egy trailert, ott láttam az előbb. Hát de, minek? Mert úgy, jobb, a trailer is ad egy kis súlyt. Aha, az is ad súlyt, jó. Na, ott van egy. Kíváncsi leszek majd, ott van egy, csak rá kell tolatnod így háttal. Kíváncsi leszek, hogy milyen lesz, mert hát nem hiszem, hogy ezzel még meg tudjuk állítani a vonatot, de beállítjuk azért keresztbe a kamiont. Ez szerintem ez simán megállítja a vonatot. Igen. Uh-huh. Hát, ja. De hogyha esetleg nem, akkor majd van még azért egy nagyon megadurva módszerünk, szerintem az epic lesz. Ja, szerintem is. Jó, Matt. Okés, na. Let's go! Hú-hú! Itt most már komoly tonnák vannak ám. Kamionos! Üzé, brigád. Komoly tonnák vannak itt, komoly tonnák. Ez most már vonat megállító power. Ja, de gyere utánam. Jó. Szerintem nem erre kell jönni amúgy. Szerintem sem, nem tudom, te mi a francot csinálsz, hogy menjek utánad. Miért menjek utánad, te barom? Ne cseszd már el, te őrült barom! Meg kell fordulni. Hát persze, hogy meg kell fordulni, azt se tudod, mit csinálsz, te barom. Oké, okay, na menjünk. Gyönyörű megfordulás menjünk volt. Menjünk fel a sínre itt, barom. Nem, gyere utánam, én tudom az utat. Ja, észrevettem. Jó van. Máté, aki később ér oda, az a király. Jó. Mondjatok már ötleteket, lehet már kérdeztük valamelyik videóba, de mondjatok már ötleteket, hogy hogy lehet pénzt keresni jól. Azt tudom, hogy bankrablással, csak azt hiszem, ahhoz így össze kell szedni magad nagyon. Igen, de ez nagyon nehéz. Például amihez így most nekiállhatunk, hogy ezt most csináljuk, és akkor keressük vele a pénzt. Mert mondjuk azt néztem, hogy vannak ilyen jobok, és ilyen 18 ezeret meg ilyet kapsz, de az egész semmi. Jó. Megcsinálsz 100-at, és az 1.800.000. Azt egy hét alatt megcsinálsz 100-at, nem? Hát nem, hogy szerintem egy 3 nap alatt játszom. De szerinted én itt akarok ülni egész nap és GTA-zni? Szerintem nem, de hát most, hogyha pénzt akarsz keresni. Srácok, azt a izét megéri csinálni a GTA-ba, hogy így pörgetgetsz abba a kaszinóba? Mert akkor... barom, lefénk az előttem. Na, fölmegyünk? Jó, odaértél, aki később odaér oda, az a király. Na. Ja, föl kéne menni, és... Úgy kéne, hogy egymás mellé. De ne oda, be. Ne oda állj be, vagy igen? Úgy kéne, hogy nézd, így nézd, gyere ide vissza. Basz. Jó, mindegy, akkor marad, hagyd ott. Akkor oda viszem én. Akkor azt toljuk magunk előtt. Nem kell tolni magunk előtt, oda viszem én a trailert, és megpróbálj megállítani. Hogy kell leszedni a trailert? Leatácsolni. Úgyhogy bekanyarodsz, úgyhogy már derékszögnél tolt. Jó.
Oké, és na. És akkor, hogyha jön a vonat, várj, azt is tegyük be keresztbe. Ne barítsd fel! Várj, egy kis gently touch-ot adok itt hátulról. Oké. Jó, megvan gyönyörű. Ez gently okay. touch. Na és akkor ide kell állni, és meg kell nézni, ahogy... Nem, hát neki kell menni szemből, pluszba. Ja, igen? Persze. Még az is. Uh-huh. Jön! Jön! Menjünk, toljuk, gyere! Toljuk! Azaz, told! Told! Meghalsz! Csaló! Hé, de hogy tol le? Csaló! Hogy tol el? Csaló! Nem hagyom, hogy eltolj! Ráugratok! Csaló! Csaló! Nem sikerült ráugratni. Ezt nem hiszem el, nem tudtuk megállítani, Máté, te ezt helyzet? Hát ez nem sikerült, Krisztián. Ez sajnos azt jelenti, hogy immáron már. Csak egyetlen egy módszer van hátra. Francba. Az mi ott lent? Hát... Azok a trailerek? Ja, és fölrobbantott a trailereinket, ez barom. Először is kéne szerezni új kamionokat, Máté, mert most jön a végső ultimate módszer, ami biztos vagyok benne, hogy 100%, hogy megállítja. Aha, hát ez nem akar működni ez a kamion már, úgyhogy inkább hagyom francba. Jaj, ne fogalmam sincs, hol vagy, mert elmentél a francba. Felakadtam, ezt nem hiszem el. Itt nincs kamion, Krisz. Kell keresni pedig, muszáj, Máté. Nem tudunk keresni. De be kell ülni egy kocsiba, és addig kell menni, míg találsz egy kamiont. De mit akarsz csinálni most? Majd meglátod, Máté. Te hiába magyarázom el, mert a kis borsónyi agyadú. Jó, de a srácoknak nem. De a srácok se fogják föl. Na, ott van a kamion, let's go! Trailerre most nincs szükség, Máté. Jó. Ezt már megint itt van a vonat. Ezt nem hiszem. Na, most csak kamion kell. Itt van 100 kamion. Én egy szép fehéret szereztem. Ez az! Oké, és na. Juhú! Szállj ki, csicska! Hiá! Nekivágtam a te kamionodnak. Ha-ha-ha! Dávi! A stúl élte! Hogy élte a stúl? A stúl. Na, azt gyere Máté! Élte? Gyere Máté ide föl! Most ment el a vonat, úgyhogy most van egy kis időnk. Gyorsan, ez idő kell, hogy bevalósítsuk. Gyere hogy utánnam. Bevalósítjuk. Gyere utánnam. Na, mit akarsz? Gyere utánnam. De csak óvatosan. Jó, de Krisztián nagyon gyanús. Máté, van egy nagyon jó módszerem. Ezt már kipróbáltam az offline GTA-ban. Basszus, köröznek a rendőrök, meg ne támadjanak. Vagy utol ne érjenek. Igen, ezt már kipróbáltam, és ez egy elképesztő jó módszer. És biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog. Na, oké, jó, lassíts. Mi az? Jó, mutatom, hogy kell. Itt van ez a korlát. Ja, és itt ide be kell állni, és így... Igen, és keresztbe be kell állni. Mert én nem tud elmozdítani. Ne, húzzál már innen! Várj, betolom a... Ne, állj meg! Menj hátrébb egy kicsit. Várjál, de beállok keresztbe. Állj meg! Jó, de oda tudtalak volna tolni teljesen, és akkor... Jó. Jó, hát most már így nem tudlak oda tolni, mert nem? Mondom, állj meg, és ott baromkodsz fél éjjel. Gyere nekem, gyere, jövöges nekem. Így jó. Jó, így jó lesz. Még. Jó, teljesen nyomj oda. Ja, jó, és már kipróbáljuk lesz. A vonat, mit fog érzékelni. Wow, ja, ezt nem lehet eltolni. Oké, most állj be te is. Állj be te is. Mit csinálsz, barom? Ez hülye. Jaj, ne! Már jön is a vonat! Máté, állj be gyorsan! Gyorsan, állj be! Mindegy, állj be keresztbe, majd ide tol nekem. Ne, mit csinálsz, barom? Nyugi. Így, most jó! Jaj, ne! Kilőtt! Ezt nem hiszem el! Fölgyulladt a kamion! Nekem nem fölgyulladt, nekem fölrobban! Ezt nem hiszem el! Ott jön egy kamion! Állj meg! Máté! Jó, Krisztián, be kell állítani 8 kamiont egymás mellé! Ja, kell még több kamion! Kevés volt a 2! Húzzál innen! Krisztián, szerezgetni kell kamionokat, és oda kell viszegetni. Csak az a baj... Ja. Akkor úgy és csináljuk, hogy ott kell maradnia. Ne álljunk, ne tegyük be keresztbe, csak vigyük oda. Azt a propántankos! Ez tudja, hogy felrobbantja a vonatot. Ja, hogy vigyük rá így a izére. Ne állítsuk oda, és elmegy a vonat, és azonnal kezdjük el odaállítgatni. Tehát csak vigyünk oda. Jó, de hogy viszel oda, nem tudsz oda vinni annyit. Jó, csak akkor el fognak tűnni, úgyhogy valamelyikünknek hát ott kell maradni. Hát valamelyikünknek ott kell maradni, és a másik gyűjtögeti a kamiont. Ott jön a vonat, de nem baj. Jaj, ne, gyere már jön ide. Is a vonat? Gyere ide. Hol van? Ja nem, azt te vagy. Azt hittem a vonat ilyen. Oké, és na jó van. Oké, és maradj itt, én meg megyek kamionért. Jó, gyerünk Máté, hozd azt a kamion. Azaz, jó van. Na már 3 kamionunk lesz, szerintem minimum egy 6-ot össze kéne gyűjteni, nem?
Abba bele nem menj, te barom. Nem megyek bele. Azt azért hoztam föl, mert a gáz tartály. Remélem, hogy nem éri el a vonat. Ott is jön a következő, Máté. Kilőjem neked? Nem tudod kilőni úgyse. Mindjárt megjelenik egy. És most köröznek a rendőrök. De most, ne csesz már el! Most miért kell elcseszni? Ne lövöldözzél már a fogyatékot. Körülbelül 3 másodpercenként jön egy kamion. Nyugi, besznékeltem, így nem találnak rám. És most megölted magad? Nem megöltem magam, mert megfogott, és nekem száguldott a hülye kamionos. Még egy ilyen gázzal teli tankos, kamion. Jó, megy a vonat, remélhetőleg nem fog neki menni semmelyik kamionnak. Ugye nem mennek a kamionoknak? Na, nem. Krisztián, pont megy el a vonat! Mehet! Állítgathassuk be! Oké, és? Gyerünk! Hiá! Oké, azt állítsd oda! Ne azt! Ott áll egy, ami totális, csak rá tudod állítani. De szállok be, és azt állítsd oda! Azt én nem látom, hogy neked mi van a szemed előtt, te barom. Siess! Oké, azt állítsd oda tökéletesen. Oké, a trailert külön kéne, és még a kamiont is ráállítani. Oké, és itt vagyok, tökéletes! Jó, várj, odaállítok egy trailert, megpróbálhatok. Így jó lesz, jó. Oké, és? Oké, ezt odaállítom mellé. Vagyis mögé. Jó, de tegyem ezt is? Igen. Hát jó, csak most mit akarsz? E ott oda tenni. Mit csinálsz, barom? Jó. Fellöki. Oké, és oda raktuk. Jaj, ne! Már jön a következő vonat, ezt nem hiszem nem el. Nem jöhet, ez hülyeség. Gyorsan álljunk be keresztbe. Gyorsan ezt a másikat is meg. Nem tudod te mit csinálni. Szállj ki! Azt a rohadt! Máté. Ennyi volt. Én nem bírom tovább. Megütött ez a barom. Miattad volt minden. Nem bírom eltalálni! Ez az! Ez hihetetlen! És megint megölött a parancsér! Hát srácok, szerintem itt most kijelenthetjük, hogy ezt lehetetlen megállítani ezt a vonatot, mert ez nem lehetséges. De lehet, hogy még megpróbáljuk a következő videóba. Ha 1 millió like lesz ezen a videó, akkor fölhívjuk a GTA-nak a programozóit, és megmondjuk, hogy programozzák meg úgy, hogy meg tudjuk állítani. Na köszönjük szépen srácok, hogy megnéztétek ezt a videót. A leírásban ne felejtsétek el megnézni a Flash Commandós pólókat. Nagyon királyok lettek, tényleg. Megéri megnézni. És hogyha ez a videó tetszett nektek, akkor biztos, hogy az is tetszeni fog, amikor megpróbáltuk az összes boltot kirabolni a GTA-ban, illetve az, amikor biciklivel megpróbáltuk lerázni az 5-ös körözést. Nézzétek meg ezeket a videókat is, és találkozunk a legközelebbi videóban. Szevasztok!